Új év, új adózási jogszabályok, illetve olyan könnyítések, amelyek a személyi jövedelemadózók és a társaságok életét is megkönnyítik. A 2022-es esztendő egyik meghatározó hozadékának a 25 éven aluliak SZJA mentességét tartja az általunk megkérdezett adószakértő. Ez gyakorlatilag azt eredményezi, hogy a bérjövedelem keretein belül és az egyéb jövedelem figyelembevételével, de nem a ingatlanból származó jövedelem ide számításával gyakorlatilag adómentesen tudnak munkát vállalni a 25 év alatti fiatalok. A 25 év alatti fiatalok az adómentességüket kizárólag az előző év júliusában alkalmazott átlagbérnek, ugye a 12-szeresének az elejéig tudják érvényesíteni. Ez durván 2022-ben 5.200.000 forintos bruttó jövedelmet feltételez, és ennek az értékeig, mértékéig fogják tudni adómentesen a jövedelmüket megszerezni. Ugye ennek a 15%-a lenne durván a adó rész. Tehát ez egy jelentős, és úgy jön össze, hogy a 140 milliárd forintos SZIM támogatás gyakorlatilag a fiatalok részére. Összegét tekintve ennél a tételnél körülbelül négyszer nagyobb a gyermekes családok segítése, vagyis az SZIA visszafizetés, amely azonban nem egy hosszú távra mérvadó jogszabály, hanem az idei évre vonatkozó döntés. Az alapja, hogy a gazdaság várakozáson felüli teljesítményéből a munkavállalók is részesüljenek. Aki gyermeket nevel, vagy lehetősége volt gyermeket nevelni 2021-es évben, tehát például akár egy napot is családi pótlékra jogosult lett volna, független attól, hogy kapott-e családi pótlékot, vagy sem, de jogosult lett volna, az jogosult a adó visszatérítésre, durván 800.000 forintig a befizetett adójának a visszatérítésére. Volt egy időpont, már volt ugye a december 31-e, amit azoknak kellett betartani, akiknek a bankszámláról nem volt információja az adóhivatalnak, hiszen így nem tudja, hova kiküldeni az adót. Akik családi pótlékot kaptak az államtól, azoknak a bankszámlaszámuk benne volt a rendszerben, és azoknak nem kellett ezt a nyilatkozatot kitölteni. Információink szerint eddig mintegy 2 millió ember már nyilatkozott, de a szakértő szerint ennek a nyilatkozatnak az elmulasztása sem jogvesztő hatályú, hiszen 2022 májusáig ezt még megtehetik az érintettek, amikor is az adóbevallásuk beadásával párhuzamosan tudják ezt az igényt érvényesíteni a számlaszámuk megadását követően. Tóth Márk a katás adózó vállalkozók személyi jövedelemadó visszatérítéséről is beszélt. A katás jövedelmek után befizetett adónak a 25%-át is visszatéríti az állam. Ugye főállású esetén ugye havi 50.000 forintot jelent ez a mellékállású katás, akinek van főfoglalkozás és mert katázik, annak meg 25.000 forintot havonta. Tehát ugye ennek a éves összegnek, a befizetett éves összegnek a 25%-át a szintén visszautalásra fogja determinálni ugye a rendelkezés. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum január 1-jei emelésére minden munkaadónak figyelnie kell, mert a minimálbér ugyan 200.000 forint, ám minden olyan munkakört betöltő munkavállalónak a magasabb 260.000 forintos összeget kell fizetni, aki szakképesítést igénylő munkakört tölt be, akár releváns végzettség nélkül is.